Sziasztok, Pukli Zaj vagyok, webdizájné. Ebben a videóban azt fogom megmutatni nektek, hogy hogyan tudtok villámgyorsan social media posztokat generálni a Jasper AI segítségével. Kinek ajánlom ezt a videót? Alapvetően azoknak jó, illetve azoknak tud ez segítség lenni, akik ezzel foglalkoznak. Tehát social media menedzsereknek, vagy hogyha neked van egy olyan vállalkozásod, ahol folyamatosan posztolgatni kell, akkor ez egy tökéletes kiegészítője lehet, a cégednek, mert rengeteg időt tudsz megsporolni azáltal, hogy iratod a mesterséges intelligenciával a tartalmat. Az első dolog, miután bejelentkeztél ide, az, hogy át kell állítani a nyelvet arra, amilyen nyelven szeretnél neki parancsokat adni, illetve amilyen nyelven szeretnéd a tartalmat megkapni. Tehát bal alul van egy olyan gomb, hogy Settings. A Settingsnél az integration remész. És itt van egy és egy kimeneti nyelv. A bemeneti nyelv ugye nyilván az, hogy milyen nyelven adod meg neki a, a parancsokat, illetve az alapadatokat. A kimeneti nyelv pedig az, hogy milyen nyelven szeretnéd a tartalmat, a generált tartalmat megkapni. Nincsen vele semmi gond, bármilyen nyelvet megadhatsz neki, nyugodtan próbáljátok ki, és lehet vele játszani, hogyha esetleg más nyelven kell nektek a tartalom, mondjuk angolul vagy spanyolul, vagy finn, francia, tök mindegy, jól működik. Na, ezzel meg vagyunk, utána visszamegyünk, és rámegyünk a templétekre. A templéteknél pedig kiválasztjuk a dokumentumokat. A dokumentumoknál a workflows, majd social media campaign. Majd rákattintotok a start from. Ide jutunk erre a képernyőre, és én most készítettem egy, egy nem létező céget, amit Jasper adtam meg, magát azt, hogy miről szól a cég, és hogy mi a neve, ezeket mindjárt be is másolom. Tehát ez a Sparkle Beauty nevezetű cég, ez egy kozmetikai márka, szépségápolási termékeket árusítanak, viszont majd a videó alatt találtok egy linket, ahol le tudjátok tölteni a cégnek a leírását. Nem fogok módosítani semmit, itt csak simán tovább nyomom a lépéseket. Csinált nekünk egy kicsit egy bővítettebb leírás, majd tovább, tovább rákattintunk a következőre. A Tone of Voice-nál lehet játszani azzal, hogy lehet vicces, lehet komoly, lehet szomorú, teljesen mindegy, vagy pedig uh, imitálhatjátok valakinek a stílusát is, akinek mondjuk sok írott tartalma megtalálható az interneten, hiszen Jasper uh, az internetről tanul. Na, menjünk tovább, akkor itt megvan a, az Insta-posztunk. Nak a leírása, a Product Description. Rákattintunk a Generate-re. És amit itt csinál, ami itt történik, hogy egy AIDA nevezetű hirdetési folyamatot alkalmaz. Ez a marketingben egy bevett folyamat, ez így van elnevezve, Attention, Desire, illetve Attention, Interest, Desire and Action. De itt ugye lefordította nekünk magyarra, a lényeg az, hogy figyelemfelkeltés, ugye az érdeklődés, aztán egy vágyat Um, próbál felébreszteni az embernek, hogy ez nekünk kellene, és a végén pedig cselekvésre uh, buzdítja. Ezt én nem fogom átalakítani, ezt így hagyom, ahogy van, viszont ha neked ez nem tetszik, akkor azt tudod csinálni, hogy rákattintasz a regenerate -re, és akkor csinál egy újat. De hogyha mondjuk ebből tetszik valami, akkor azt ki tudod copy-pastelni, tudod használni utána később is. Mondjuk ez oké, okay. rákattintok a következőre, itt most hashtageket fog nekünk csinálni, Nézzük meg, hogy milyen hashtageket generál. Oké. Okay. Twitter, ugye ez Magyarországon nem annyira megy, de hogyha esetleg neked Amerikában van céged, vagy esetleg kell, akkor ez is egy tök jó dolog. Mindegyiket újra tudjátok generáltatni, nem kell eragadni egyet. ki tudod copy paste amelyik tetszik, és ennek megfelelően tudod ezt használni. Ugye itt most az történik, hogy csinál nekünk kettő darab címet, ha akarod, ezt átírhatod itt háromra vagy négyre, és ezeket a címeket behúzza ide, és ezekről csinál egy Facebook bejegyzést. Ugye Facebook címet csinált, kettő címet csinált nekünk, és most ezekről megcsinálja bejegyzésünket. Menjünk a következőre. Ugye itt ez, erről úgy gondolkodjatok erre az egészről, hogy segítség. Nem fogja megírni a, a tartalmaidat, viszont nagyon jól össze lehet ólózni ezekből a, a, tartalmakból a, azokat a szövegeket. Következő itt a LinkedIn post, itt a, azt kell csinálni, hogy ugye volt egy volt egy program, hogy kicsit furcsán néz ki ez a fáradt, a szépségápolási termékek túltok. Tehát ez abszolút nem magyaros, ez biztos újra generálhatnám veled, de most a, a példa ezt így hagytam. Meg kell adni az, hogy kinek fog szólni ez a pont, illetve egy CTA, egy click to action meg kell neki adni. Itt most ilyen esetben az, hogy látogasson weboldalunkra, és akkor kezdjen el vásárolni. Nézzük meg, hogy, hogy mit csinál. Oké. Okay finish. Gyakorlatilag itt van nekünk leírva az összes tartalom, amit szerettünk volna generálni. Szóval ebből már el tudsz indulni. Ugye, hogyha ide visszamész, és nem a cégedet, cégedről csinálsz egy leírást, nem a company information, amiről éppen posztolni akarsz, akkor az egészet arra a tartalomra fogja fölhúzni. Jó? Ennyi lett volna ez a mai videó. Sziasztok, Pukli voltam.